Tisztelettel köszöntjük nézőinket! Első alkalommal tartották meg Baróton a vadász-horgász találkozót, ahová az egész megyéből érkeztek résztvevők. A találkozó egyben vásár is volt, a friss zöldségtől a tejtermékekig, a méztől a virágokig, a horgászkellékektől a vadászöltözetig mindent meg lehetett találni. Szép napos időt kívánunk minden kedves résztvevőnek. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a városvezetést. Külön köszöntöm a szervezőket, a vadászokat, a halászokat, a vadászat, valamint a halászat minden szimpatizánsát, valamint minden egyes kedves jelenlévőt, aki megtisztelte a rendezőket az első eltővidéki vadász-halász napokon vagy találkozón. Elsőként engedjék meg, hogy felkérjem nagy tisztelettel Barótváros polgármesterét, Lázár Kis Barna Andrást köszöntő beszéd elmondására. Akármilyen is a vadász, először legyen ember. Ember, akit nem az ölés, a pusztítás élvezete hajt, hanem csak a golyóra érett, selejtezendő vagy életveszélyesen támadó vadra emel fegyvert, vagy pedig tudományos ismeret, gyűjtés sarkalja, akinek szívós kitartása, fáradhatatlan bátorsága, szerénység mögött rejtőzik, és akinek soraiból a természet és minden élőlény az ember és az állat iránt meleg szeretetet árad. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vadászok, horgászok, vásárosok, vásárlók, kedves erdővidékiek! Engedjék meg, hogy Barótváros polgármestereként nagy tisztelettel és sok-sok szeretettel köszöntsem Önöket itt, Barótváros központjában a 2019-es első vadász-horgász találkozón. Azt hiszem, hogy az előbb elhangzott Róna István gondolata ugyanúgy vonatkozik a horgászokra is, mint a vadászokra. Nagyon fontos az első mondat. Vadász-horgász elsősorban legyen ember. Ember az, aki tudja tisztelni a vadat, a halat, az erdőt, a vizet. Szerencsés embereknek mondhatjuk magunkat, akik itt élünk erdővidéken, hisz megadatik nékünk az a lehetőség, hogy itt éljünk, ahol ha akarjuk, akkor hallgatjuk a hegyi patak köveszköz elfolyó víz csobogását, ha akarjuk, hallgatjuk a tóparti békák kuruttyolását, és nem utolsó sorban, ha akarjuk, hallgatjuk az erdőben a madarak csicsergését, az erdőzúgást. Ma itt erdővidéki vadász-horgász találkozón próbálunk közelebb vinni az emberekkel a horgászatot, a vadászatot és azok módszereit. Ezért is szeretnék köszönetet mondani Bálint Csaba erdőmérnöknek, Kovács Antal Somos vadásztársaság elnökének és Albert Egon Rika Sporthorgász Egyesület elnökének, hisz az ők önzetlen munkájuk keresztül jött létre a mai napi rendezvény.
Köszönhetek mondok az előbbi személyeket támogató csapatnak. Köszönjük minden vállalkozónak, horgásznak, vadásznak, a vadásztársaknak a támogatást. Örvendek, mert első alkalom, amikor a civil szférával összefogva a városi hivatal egy kiemelkedő rendezvényt tud szervezni, melyet mindenki magáénak val. Hiszek abban, hogy ezek a közösen szervező rendezvények megerősítik öntudatunkat, megtanítnak az egymás iránti szeretetre és tiszteletre. Ezen rendezvényeken keresztül megismerjük egymás értékeit. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. A következőkben Bálint Csabát kérem szépen fel a színpadra a vadászok részéről, hogy ő is köszöntse a jelenlévőket. Tisztelt vadásztársak, tisztelt horgász kollégák, kedves vendégek! Örömmel üdvözlök mindenkit az első alkalommal megrendezendő erdővidéki vadász és horgász találkozón. Külön megtiszteltetés számomra, hogy az erdővidéki vadászok nevében üdvözöljem a jelenlévőket és tolmácsoljam gondolataikat. Hogyan született meg a találkozó ötlete? Úgy, hogy egy maroknyi vadász és horgász ember vette bátorságát és eldöntötte, hogy már ideje volna szervezni egy baráti találkozót vadászok és horgászok között erdővidéken, hiszen vidékünkön közel 5000 ember hódol a két szabadidő tevékenységnek. A helyi önkormányzat minden segítséget megadott, maximálisan támogatta a rendezvény megszervezését és kivitelezését. Próbáltunk minél változatosabb programot kialakítani, jótékonysági főzőverseny, szakmai előadások, trófeabemutató sátor, vadászkutya bemutató, fúvózenekar, kórus, tánc, koncert, hogy a jelenlevők jól érezzék magukat és kikapcsolódjanak. Most visszatérek a vadászat témájához. Mi a vadászat? A magyar vadászirodalom egyik nagy egyenisége Gróf Széchenyi Zsigmond fogalmazta meg talán a legtömöröbben az Ünnepnapok című könyvében, hogy a vadászat vadüzés és erdőzúgás, de több erdőzúgás. Igen, erdőzúgás, hiszen vidékünk neve is az erdőt foglalja magába, azt a helyet, ahol a vad él. Az erdő nélkül nem lenne vad, és fordítva. Milyen lenne az erdő, ha nem élnének vadállatok benne? A vadászat egyik célja, hogy egyensúly teremtsen az erdő és a vad között. Azonáltal, hogy levadásza a túlszaporodást és selejtezés végezzen a különféle vadállományokban. Ezt az aktivitást vadgazdálkodásnak nevezzük, mert szakemberek végeznek, akiknek nem a vadászat, mint tevékenység a fő dolguk, hanem az, hogy a vadállományt figyeljék, gondozzák, etessék. Ezt a tevékenységet a hivatásos vadászok, vadőrök más néven látják el a vadgazda szakemberek felügyelete alatt. A hivatásos vadászakma nem egy könnyű mesterség, eléggé gyengén bérezett, és talán a legtöbbet azokban a periódusokban kell dolgozniuk, mikor az időjárás a legmostohabb, mivel hogy ilyenkor kell a vadat legjobban gondozni, segíteni, hogy átviselje a nehéz időket. Ebből az okból kifolyólag arra biztatom a vadászokat, hogy amivel csak tudják, segítsék vadőreiket munkájukban, hiszen az ők munkájuk által jutnak feláthetetlen vadászélményekhez. Végezetül Lükő Sándor idézetét tolmácsolom vadásztársaimnak: védd, tiszteld és szeresd a természetet. Ne csak lőd, etesd, gondozd is a vadat. Mindenkinek kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánok a vadászok nevében. A következőkben pedig a horgászok részéről Albert Egont hallhatják. Tisztelek mindenkit, sok szeretettel köszöntöm a horgászokat, vadászokat fordítva is. Azt hiszem, itt az előttem beszélők tulajdonképpen mindent elmondtak, viszont egy alapgondolatot azért megragadnék. Tehát mindnyájan azt mondtuk, hogy tisztelet a vadnak és a halnak. Ez nagyon fontos. És a másik az, hogy ahol él, a környezete is nagyon fontos. Tehát azt is nagyon tartsuk tiszteletben, és óvjuk, és becsüljük. Sajnos most nem akarok negatívokkal előjönni, már nem annak a helye, de el kéne gondolkozunk azon, hogy nem csak kiveszünk a természetből, hanem adjunk is vissza valamit. Tehát ez nagyon fontos. Ennek a horgász-vadász találkozónak az egyik nagyon fontos célkitűzése ez lenne, mert ennélkül nem ér az egész semmi. Tehát felöltözhetünk markasabb cuccokba, vadászfelszerelés, horgászfelszerelés nem számít. A fontos az, hogy emberként kimegyünk és tiszteljük a természetet és a vadat, és egymást is. Jó szórakozást mindenkinek! Köszönöm! A következőkben pedig a Vadon Egyesület ügyvezető igazgatójának köszöntő beszédét fogják hallani, mégpedig Demeter János. Tisztelt polgármester úr, tisztelt szervezők, kedves vadász hölgyek és tisztelt vadász urak!
Szeretettel köszöntök mindenkit a Vadon Egyesület nevében, főleg azért, mert ugye a mi egyesületünk az, amelyik a Székelyföldi Vadászati Múzeumot üzemeli, és mint ilyen fontosnak tartottam tolmácsolni ennek az intézménynek az üzenetét, amelyik tulajdonképpen nem másért felelős, mint hogy őrizni, ápolni azokat a vadászati hagyományokat, amikre mi erdélyi magyarok annyira büszkék vagyunk, és jogosan vagyunk büszkék. Ez azért fontos, mert gondolom sokan felteszik a kérdést, hogy érdemes-e ilyen hagyományőrző rendezvényeket szervezni, mire jók az ilyen rendezvények. Én azt mondom, hogy ilyen rendezvényekből sosincs elég. Azért főleg a mi esetünkben, mert nekünk legalább olyan hagyományaink vannak vadászoknak és horgászoknak, Kárpát-medencében nekünk magyaroknak, amire mi igazán büszkék lehetünk. Egyetlen nép sem büszkélkedhetik avval a Kárpát-medencében, hogy az eredet mondája is vadászatról szól. A mi hunorunk és magyarunk is tulajdonképpen egy vadászat közben talált rá azokra a tisztelt hölgyekre, akikkel egybekelve később elindult a hunoknak és a magyaroknak a nagy történelme. Nekünk a vadászat egyfajta életelemünk. Nekünk híres királyaink, fejedelmeink, erdélyi fejedelmek voltak, híres vadászok. Nem beszélve arról, hogy olyan kutatók és olyan híres írók, vadászati szakemberek neve fémjelzi ezt a szakmát, mint például Kittenberger Kármán vagy Széchenyi Zsigmond, de említhetném Fekete Istvánt és nagyon sok mást is. Ezért azt gondolom, hogy az ilyen ünnepeknek helye van, fontos az, hogy a szakma és a szakmát gyakorlók találkozzanak, érezzék jól magukat, kívánom, hogy töltsenek el egy szép napot. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettek. Alkalom adódott a találkozásra, tapasztalatcserére. Olyan idős vadászokkal is beszélgetni lehetett, mint Ranc István, aki 14 államelnököt vadásztatott, és évtizedeken keresztül a kommunista Románia miniszterelnöke Maurer, illetve diktátora Ceausescu egyik kedvenc vadászatszervezője volt. A főzőversenyre is sokan neveztek be, a megjelent vadásztársaságok és horgászok csapatai vadhúsból készítettek finomabbnál finomabb étkeket. Nagy érdeklődés mutatkozott a nagy sátorban helyet kapó vadász és halász trófea kiállítás iránt. Ugyanígy szakmai előadásokat is hallgathattak az érdeklődők. Dr. Fodor József Tamás, vadbiológus, apró vadgazdálkodási lehetőségek Erdélyben,
Weitaler Walter, halbiológus, fenntartható halászat erdővidéken, Demeter László biológus, vadgazdálkodás és természetvédelem együttműködése Székelyföldön címmel tartott előadást. Weitaler Walter előadásában az erdővidéki bányatavak helyzetére is felhívta a figyelmet. Szó esett a nemrég árvízvédelmi szabályozáson átesett Barót patakáról is. A jelenlévők aggodalmuknak adtak hangot, hogy a Kormos pataka is hasonló sorsra jut, ami a halállomány és a környezetvédelem szempontjából tarthatatlan. Szó került arról is, hogy fiatal szakembereket neveljenek ki a térségben, akik a helyi halgazdálkodással foglalkoznának. Dr. Deák István a Szárnyas vad vadászata és védelme című könyvét is bemutatta a helyszínen, amelyben 190 vadfaj leírása található meg illusztrációkkal és DVD-lemezzel kiegészítve. Az elkövetkezendőkben pedig a vadászkutya bemutatónak lehetnek szemtanúi, és itt azt mondták a szervezők, hogy feltétlenül jegyezzek meg egy mondatot, mondjak el önöknek, ami a következőképpen hangzik. Ebb a vadász kutya nélkül. Azt mondta az egyik főszervező úr, hogy ezt a vadászok nagyon is értik. Nos, akkor amit tudni kell, hogy dr. Kelemen Attila, aki itt van mellettem, ő a Vadászok és Sporthorgászok Európai, valamint Országos Egyesületének az alelnöke és nemzetközi kutyabíró, aki a kutyákról fog beszélni nekünk. Úgyhogy kérem, fogadják szeretettel dr. Kelemen Attilát, valamint a vadászkutyákat is. A szervezők felvezetője egy olyan mondást idézett itt, amit mindenki a magyar vadászok általában jól ismernek. A mondás eredete valamikor a monarchia, az osztrák-magyar monarchia idejére vezethető vissza, hiszen akkor ez tényleg szólam volt, hiszen a monarchiában az erdészeknek, vadászoknak külön rendje volt, és ezeknek a vadászoknak, a monarchiában az alkalmazott vadászoknak három tárgyat adtak, úgymond leltárba, ha bár nem hiszem, hogy ez abban az időben divatos kifejezés lett volna. Abban az időben egy vadász kapott általában egy vegyes csövű drillinget, aminek volt golyós és sörétes csöve is. Kapott egy általában 6x30-as valamilyen német távcsövet, és a nagyvadas területen kapott az illető egy vérebet, általában hanovari vérebet, valószínű, hogy ma is látunk itt ilyen fajta kutyát, és apróvadas területen pedig kapott egy vizslát. Abban az időben a vadász egyesületeknek kötelező volt azért, hogy a lelőtt vadat mind megtalálják, az apróvadas területen kötelező volt a vizslák használata, és a nagyvadas területen a lövés utáni munkát a hanoveri, illetve a bajor hegyi vérebb végezte. Az, hogy ez kötelező volt, nem véletlen. A vadállomány nem volt távolról sem szabad területen olyan, mint a mai helyzetben, hogy sok a vad, ezért lőjük őket agyba főbe, és aztán minden megy, minden vad, nem baj, ha elveszett, lövünk helyett egy másikat. Ez abban az időben tilos volt, a vadász társa volt a vadászkutya, és mindenféle olyan munkát, amit az ember nem tudott megoldani, általában a kutya megoldotta. Az, hogy mennyire fontos volna ez a mai nap is, ezt, ha én most itt valaki megkérdezte, hogy én, mint nemzetközi kutyabíró, bíráltam mondjuk, behatárolva úgy, hogy Ausztráliától Brazíliáig rengeteg országban,
és kérdezték, hogy például Németországban bíráltam, és mit láttam ott, mi a különbség? Hát mondom, ez itt erdővidéken egy olyan avató rendezvény, aminek a szervezőknek gratulálnom kell, hiszen el kell kezdeni ezt a munkát. De az a különbség például Münchenbe és itt, hogy Münchenbe nem túlzok, ha azt mondom, hogy 10 vadászból 9 mellett ott van a kutyája. És úgy vonul fel, úgy vesz részt a rendezvényen, a kutya pedig, ha megáll, akkor leül láb mellett, ha megy, akkor megy. A kutyák még véletlenül se látok ott olyan, hogy összeacsalkodnának a kutyák. Igaz, hogy az emberek is kevesebbet acsalkodnak egy kicsit, mint itten. Már úgy értem, hogy Romániában. Én nagyon örvendek, és köszönöm a rendezőknek, hogy ezt a szervezést itt ma megtették. Köszönöm azt is, hogy ebben a rendezvényen helyet kapott a vadászkutya, hiszen a vadászkutya egyre inkább fontos lesz. Sajnálom, hogy a csepergő esőt nem tudom megoldani, valószínű a rendezők se, de igyekszem olyan érdekes dolgokat elmondani a kutyafajtákról, ami mindenféleképpen gondolom önöket is, mindenkit majd érdekelni tud. És akkor kérem a rendezőket, hogy jelenjenek meg. Kérdezték, milyen sorrendben, nekem teljesen mindegy, mind a 475 hivatalosan elismert kutyafajtára képesített bíró vagyok. Ezen kívül, mivel most már 3 világszervezet van, az FCI, az Angol Kennel Klub és az Amerikai Kennel Klub, mindegyiknél vannak közös fajtáik is, de vannak olyanok is, amit külön-külön ismernek el. Minden fajtáról tudok beszélni, úgyhogy bármilyen sorrendben kérem, hozzák fel a kutyáikat. Azért ültem ide le, mert már találkoztam olyan kiállítóval, aki azt mondtam, hogy hát a kutya egy kicsit fél, ami hiba. Azt mondták, hogy hát persze, hogy fél, hát ekkora embert még nem látott. Úgyhogy megpróbálok leülni, aztán mikor már ülve is félt a kutya tőlem, akkor azt mondta, hogy mi otthon nem hordunk kalapot, tessék levenni. Hát mondom, hogy még egyebet ne vessek le valahogy a kutya kedvéért. És Költő Attila barátom, remélem nem sértem meg azzal, hogy azt mondom, hogy barátom, jött fel elsőnek az erdélyi kopójával. Itt erdővidéken külön hangzású dolog ez az erdélyi kopó, erdővidék. Hát azt azért tudni kell, hogy egy körülbelül 100 évvel ezelőtt az erdélyi kopónak erdélyi kopó volt a neve, és azután lett aztán erdélyi kopó. Tehát itt most egy szép, azt is mondhatnám, hogy tenyészcsoportot. Na, vegyük körbe azt a kutyát, hozzuk fel, mert másképp imádkozva nem jön. Úgy. Köszönöm szépen. Az erdélyi kopó, ugye látják, hogy majdnem mind fekete cservörös színűek. Van egy, amin szép fehér jelzés van a nyakán. Nem hiba, egyesek mondják, hogy az erdélyi kopó csak fekete cservörös lehet. Nem, a fehér tűzések nyakon, fejen, lábvégeken nem hiba. Az erdélyi kopó ugyanúgy, mint Európa legtöbb kopófajtája, a úgynevezett kelta kopóból ered, valószínűleg. Azt is mondhatjuk büszkén, hogy a jelenleg elismert 10 magyar kutyafajta közül a legnagyobb régiséggel az erdélyi kopó rendelkezik. Egy ősi kutyafajta, ami már a középkorú Erdélyben mindenféleképpen ott volt, nem is nemesi udvarokban, nagy udvari vadászatokon, hiszen a feladata a vad megkeresése volt, és a felhajtás után hajtotta úgy a vadat, és a jól képzett kopó az meg kellett legyen azzal is szokva, hogy a puskás vonal elé hajtja a vadat. Na most a kopókat betanították általában hangjelzésre. Kürtszóra meg kellett a kopónak állnia, és mikor újabb kürtszó volt, akkor meg kellett újra indulnia. A
úgynevezett primitív szín, amit a kelta kopótól mondta örökölt, ez a fekete hátú cservörös jegyekkel, de a szemek fölött is van egy-egy kis vörös folt, és a szőrzete nem teljesen sima szőrű kell legyen, ami az itt lévőknek is látszik, egyeseknek inkább, másoknak kevésbé. Az a jó, hogyha durvább szálú szőrzete van, azért, hogy a néha bizony, hát itt Erdélyországban mindenképpen a mostohább körülményeket is jól bírja. A mai világban az erdélyi kopónak vannak hívei, és sajnos az erdélyi kopó történelmébe az is beletartozik, hogy 1953-ban a román vadásztörvény halálra ítélte a kopókat, és ezért többé-kevésbé eltűntek. A visszatenyésztési munkát a néhai dr. Fodor Tamás, a budapesti állatkert madárosztályának a vezetője, abban az időben a főigazgató az Angi Csaba professzor volt, Fodor Tamás vele kezdte el a visszatenyésztést, és szintén a néhai barátom, állatorvos kollégám, vadászbarátom, aki ezt a fajtát visszavitte Magyarországra, visszacsempészte Magyarországra. Az a tény, hogy 1971-ben már a világkiállításon bemutatták az állatkerti Mózsi és állatkerti Réka Kenel nevű két kutya, amelyek Nyisztor Nikolájé Máramaros-szigeti kenelében születtek meg, és Györfi Lajos volt az az állatorvos, aki kegyes hazugsággal vezette félre a vámőröket, és hozta be Magyarországra azt a két kutyát, ami ma már ugye eléggé otthon van Magyarországon. Az, hogy még mindig nem egy kimondottan divatfajta, az azért van, mert az erdélyi kopó az egy munkakutya, vadászkutya. Vadászok mellett található, valószínűnek tartom, hogy az itten álló urak és kutyáik is azért vadászati használatban is vannak. És úgy gondolom, hogy ezek a kutyák, amelyek ugye az egyik az nehezen jött fel, egyszer kell neki megmutatni, rendkívül intelligens, és azt szoktuk mondani, hogy az erdélyi kopó mindenféle körülményhez alkalmazkodni tud. Tud a nagyon gazdag ember Mercedesébe is ülni, és tud a nagyon szegény embernél is kint esetleg egy kisebb udvarban is megtalálja a helyét. Én külön megköszönöm ennek a vadászcsoportnak, hogy erdélyi kopót tartanak. Költő Attila barátomat azért emelem ki, mert ő a magyarországi kopótenyésztésben is eléggé otthon van. Többször találkoztunk magyarországi kiállításokon is vele, bíráltam is kutyáját. Az erdélyi kopók örök bázisa marad Erdély, Erdélyben kifejezetten Kovászna megye, hiszen hát azért van még egy-két olyan terület, sajnos most már Máramaros-szigeten Nyisztor Nikolájé meghalt, már nincs kopója, Lőrinc Gabriella volt Tordán, aki szintén évtizedekig tenyésztett, ő sincs már, és ott sincs már erdélyi kopó, de én remélem, hogy az ilyen lelkes emberek, akik ma is idehozták a kutyáikat, azoknak mindenféleképpen a feladatuk lesz, hogy továbbra is biztosítsák azt a hátteret, amit az erdélyi kopó megkövetel. Én köszönöm, és nagyon stílszerű volt éppen itt Baróton az erdélyi kopóval kezdeni a kutyák bemutatását. Köszönöm szépen, és mindenkinek gratulálok, és köszönöm, hogy erdélyi kopót tartanak. Hát ezek bajor vérebek, és itten Anna Marit instruálja az édesapja, gondolom, és hogyha az édesapja ő, akkor ilyen kutya ágon legalábbis rokonok vagyunk, mert ennek a kutyának valószínű a nagyanyja az én kutyám volt, úgyhogy ilyen szerint családban marad az erdélyi, vagy a bajor hegyi vérem.
A bajor herenyivére szintén egy érdekes és nem túl gyakori fajta. Ma is az bajor vérebb, de a hanoveri és a bajor is csak vadászok kezén van, Németországban, Ausztriában és másfele is. Egy olyan kutyafajta, amire már az 1700-as években rájöttek, hogy nagyon komoly hajlava van ennek a kutyának a lelőtt vad vércsapáján elmenni és megkeresni az esetleg elesett vadat, amit már a elejtő vadász nem lát és nem tudja, hogy hol és esetleg elveszett volna. A hanoveri vérebb egy keményebb csontozatú, nehezebb fajta. Aránylag azt mondják, hogy lassan dolgozik. Véleményem szerint ez nem így van, de nagyon alaposan dolgozik. Tehát a hanoveri vérebb az állítólag a 48 órás vízen átvezető nyomon is elmegy, és nagyon gyakran meg is találja a vadat, tehát ezért egy majdnem helyettesíthetetlen fajta. Sokakat félrevezet az, hogy milyen kutyád van, kérdik, és akkor azt mondja az ember, hogy véreben van. Akkor ezek valami vérivó sárkányra gondolnak az emberek rögtön, holott azt kell mondanom, mert most már hát több mint 20 éve tenyésztek, és most is van otthon hanoveri véreben. Hát ezek a kutyák ezzel a nagyon kemény, nagyon elszánt kinézéssel a világ legfinom lelkű kutyái. Ha van olyan, hogy egy finom lelkű, érzékeny kutya, akkor ez a hanoveri vérebre mindenféleképpen áll. A vérebeknél kezdetben kialakuláskor még két csoportba osztották őket. Voltak az úgynevezett kereső kutyák, aminek az volt a feladata, hogy a erdő mellé kiérve elengedték őket, és akkor ezek a kutyák felhajtották, megtalálták és felhajtották a vadát. Ezek voltak az úgynevezett spurihundok, amit német spurihundnak nevez. És a lövés utáni munkát már azok a kereső kutyák, a vércsapa követő kutyák végezték. Lehetne itt most arról is beszélni, hogy a hanoveri vérebnek is négy csoportja alakult ki. Ezek néha színben kifejezetten különböztek, mert például a harchegységi hanoveri az fekete, vagy majdnem feketén tigris csíkozott, a többiek pedig kevésbé, inkább szarvasvörös, ahogy a német szakirodalom megszabja. Na most ezeknek a kutyáknak már 1786-ban a bajor királyi udvarban létrehozták a kutya udvart, és ebben az udvarban, ebben a kenelben tenyésztették azokat a kutyákat, amelyeket aztán a Európa, legalábbis az Európa, nem mondjam, hogy a világ minden tájára eljutottak, de Európában híres kereső kutyák lettek. Magyarországon most dr. Buzgó József a Véreb Szakszövetség elnöke, és Buzgó József minden évben megcsinálja az évi leltárát annak, hogy az Egyesület vérebes tagjai, véreb vezetői mennyi állatot találtak meg. Ez közel 1000 állat volt, és ez szarvas, szarvastején vagy szarvasbika, és ha az értékét nézik annak, hogy körülbelül mennyit találtak meg, akkor több 10 millió forintnyi különben elveszett vadat találtak meg a véreb szakosztály véreb vezetői. Gondolom ezek a kutyák is vadásznak. Vadászik az a kutya, szép, nagyon szép szarvasvörös, erőteljes kankutya. Ez pedig gondolom egy fiatal kutya egy fiatal felvezetővel, úgyhogy az igazság az, hogy a véreb az egy kifejezetten későn érő kutya. A vérebbel nem is dolgozni, 1,5 éves kor előtt nem vitték soha ki a vérebet, azért nem vitték erdőbe, hogy esetleg a fáról lepergő madárpihe, vagy valami olyan nyom elvigye. A vérebet 2 éves koráig nem engedték istálóba tartani, hogy a
tömény szag, állati szagok ne roncsák az órát. Tehát nagyon, nagyon bonyolult tulajdonképpen a szakszerű vére tartás, tenyésztés, de örvendek, hogy éppen itt erdővidéken van véreb, és további sikeres vadászatokat kívánok a véreveseknek. Még egyet kell tudni, azt ugye tudják, hogy most már nekünk is van annyi kultúránk, hogy a töret, amit szeretünk néha elfelejteni, amit a vadász kalapjára tűz a sikeres vadászat után, azt jobb oldalra tűzzük a töretet, mert a bal oldalon a jelvények és egyebek vannak, a jobb oldalra tűzik a töretet. És hogyha a vére megtalálja a különben elveszettnek hitt vadat, akkor a töret felét a vérebb nyakörvére tűzik, azért, mert a fele munkát a vérebb végezte el, ezért őt is megilleti a töret. Tehát tapsoljuk meg a... Akkor egy másik fajtát kérek. Na, és akkor itt van egy nagyon fiatal felvezető, egy nagyon fiatal kutyával. Remélem tudod, hogy milyen kutyát vezetsz. Milyen fajta. Tudod? Jó. Tehát egy fiatal cocker spanielt vezettek fel ide. A spanielek az ókori spanyol vizsla. A spanyol vizsla különböző válfajai. Sokfajta vadásspániel van, pontosabban egészen 9. És vannak úgynevezett díszspánielek is, ez a Cavalier King Charles és King Charles Spaniel, akik a 9-es fajta csoportban, mint társasági kutyák szerepelnek. A Cocker Spaniel egy kimondottan jó aportírozó kutya, kifejezetten szereti a vízi vadászatot, tehát a vízbe vadkacsa vadászatra használják ma leginkább. Ettől függetlenül a Cocker név az a woodcockból ered, az angol woodcock pedig a szalonka. Tehát valószínű, hogy kialakításakor szalonka vadászatra használták leginkább, ezért a cocker. Több színbe elfogadott, ez az úgynevezett aranyszín, van azután a tiszta fekete, van a csokoládébarna, és vannak a különböző tarkák, fekete-fehér, barna-fehér, vagy esetleg éppen trikolor. Egyre inkább a cocker, elnézést kérek, a cocker egyre inkább kedvelésből tartott kutya lett a 20. század második felében. Kevesebbet láttunk körülött vadászok körében, és inkább kedvelésből tartott szobakutya lett belőle. Ettől függetlenül a kitűnő vadász tulajdonságait mai napig nem vesztette el. A szőre a testén az testhez simuló, és úgynevezett zászlókat alkot a szőrzet a lábéleken, a hátsó lábéleken, a farkon és a füleken is hosszabb a szőr. Ennek a kis arany kokkernek, ami itten előttünk mutatkozik be a szépségversenyen, mutatja, hogy a Nemzetközi Kutyás Egyesület megtiltotta a farkok és a fülek kurtítását, ezért ez a cocker vágatlan farokkal jelenik ma itt meg előttünk, de az igazi, ma az, éppen ezért a bemutatáskor ma a felvezetők általában úgy fogják meg a farkát a cockernek, hogy csak ekkora látszik ki a kezüktől és a farokból, mert egészen másképp, kompaktabban néz ki. Mennyi idős ez a kis kutya? Mennyi? 5 hónapos cocker kutya. Meg lehet tapsolni ezt a kutyát is, és Deák Andreát is a kutyájával. Na hát akkor a magyar vadászkutya fajtákból, aki összesen 10 magyar fajta van, mások 9-et mondanak csak, de mivel a fekete és a fehér pulinak külön cacibot adunk kiállításon, ezért én 10 fajtát szoktam megnevezni. Ezekből a vadászkutyák a simaszőrű vizsla, mint ez itt ez a kutya, a drótszőrű magyar vizsla, a
a magyar agár, úgyhogy van a vadászkutyák között is magyar fajta. Ez a szuka vizsla mennyi idős? Egy 6 éves kutya, és nagyon örvendek, hogy a felvezetők mellett általában ott vannak a gyerekek is, így lesznek ők majd a jövő kutyásai. A magyar vizsla eredetéről a legkomplexebb irodalmat egy sajnos ma elfelejtett magyar szakember írásaiból tudjuk. Dr. Standeszky Endre, ő egy gazdatiszti, földbirtokos családból származott, és az 50-es, 60-as években nem volt túl népszerű a népi demokráciában. A magyar vizslának őszintén én úgy hiszem, hogy csak valami kopó eredete van valahol hátul, mint minden vizslafajnak különben, minden vizslafajtának, de ebbe komolyan bele játszott a 150 éves török uralom Magyarországon, hiszen a törököknek volt egy úgynevezett sárga vadászkutyájuk, amelyekkel lóhátról vadásztak, tehát itt mondjuk az agárősi vadászmódját is említhetnénk, és persze nem csak agarakkal nyúláztak például, vagy őzeket, vagy gazellákat fogadtak, de komoly solymász kultúrája is volt a magyaroknak, és azért a solymászok is nagy előszeretettel használták a magyar vizslát. Gondolom ezzel a kutyával is vadásznak is, és ez nagyon jó. Különben itt van velem, most nem akarok én különösebben reklámot csinálni, mert úgyse kutyát adok, de Románia jelen pillanatban a legkomolyabb magyar vizsla tenyésztője, itt van velem dr. Fegyverneki Sándor, aki a legjobb magyar vizslákat tenyészti jelen pillanatban Romániába, sőt, olyan kutyákat tenyészt, hogy a magyar tenyésztők is hozzáfordulnak fedeztetésért. Akkor hogy hívják az én, csak kérdezzük meg ezt a kutyát, hogy hívják? Hogy? Csipke, nagyon szép, régi magyar nevű kutya, sokszor voltak ilyen nevű kutyák, és ez a vadászkutyára illő szép felszerelés, egy szép, egyszerű, nem Swarovski kristályos nyakörv, és egy szép póráz mellé, és egy szép kislány még mellé. Köszönjük szépen a felvezetést! És várok egyéb kutyákat, más fajtát. Itt a felvezető nem változott, csak a kutya. Most legyek nagyon elfogultan nacionalista magyar. Mondjam azt, hogy a magyar vizsla milyen szépen feljött, a német vizsla nem tud feljönni a lépcsőn. Úgyhogy ez egy rövidszőrű német vizsla. Különben nem akarom nagyon kisebbíteni a népszerűségüket, hiszen a német vizsla jelen pillanatban a világ legelterjedtebb vizslafajtája. Amerikától Ausztráliáig mindenütt vannak német vizsla klubok, és ezek a kutyák tényleg rászolgálnak. Ahogy egy nagy német tenyésztő mondta, hogy a német vizsla nem olyan, mint Beethoven, hogy nagyon művészi szinten szólózik a zenében, hanem olyan, mint egy jó cigányprímás, aki viszont minden fülhallásból el tud játszani. Na, ilyen a német vizsla. Nincs olyan vadász feladat, amit a német vizsla ne tudna megoldani. Ma már a vizslafajtákat is nem úgy, mint régen, hogy volt mezei vizsla, volt vízi vadászatra használt vizsla. Ma már a vizslától is megkövetelik azt, hogy a mezei munkát is jól végezze, az erdei munkát, például a nyúl csapa követést, a sebzett nyúl csapáját követve az erdőbe is keresse meg a vadat. A vízi munkában is kitűnő a német vizsla, és el is várják tőle, hogy kitűnő legyen. Különben nagy, erőteljes, csontos vizslafajta, talán azt mondhatom, hogy teljesen fáradhatatlan, tehát a reggeltől estig képes a vadásszal dolgozni. Persze úgy, ahogy nekem is volt egy, hát legalábbis országos hírű Gordon Setterem, amivel az első vadászkutya versenyt nyertem meg, 6-ot nyertem összesen.
az elsőt ezzel a Gordon Setterrel, ami rendkívül jó kutya volt, reggeltől estig dolgozott, de amikor odaadtam egy olyan barátomnak, aki egy kicsit rosszabbul lőtt, ez a kicsit, ez idézőjelbe van téve, és a kutya kapáslövés, megy a réce, a kutya fut 10 métert, visszajön. A harmadik réce után nem oda ment a gazdához, akinek kölcsön adtam, oda jött hozzám, és nagyon szemrehányóan azt kérdezte tőlem az én Gordon Setterem, hogy te meg vagy bolondulva? Kinek adtál te oda? Nem tud egy rucát meglőni. A kutyák tudnak ilyeneket csinálni. És a német vizslának nem csak rövid szőrű, vagy sima szőrű változata van, van hosszú szőrű, szálkásszőrű és drótszőrű változata is. Ez a négy változat különben csak szőrminőségben változik, a nagyságban és használhatóságban is a német vizslák minden válfaja ugyanolyan jól használható. Ezt is megkérdezem, hogy gondolom, hogy mindez a két német vizsla, ezek mind a ketten vadásznak is, ugye? És megnézik a lövés után a gazdát, hogy leesett a ruca, vagy nem. Jó, köszönöm szépen a német vizslák felvezetését. Szóljon a taps nekik. És úgy látom, hogy a legnagyobb terrierfajta nem akar feljönni az emelvényre. Tehát, a terrierek, ahogy ezt a nevük is mondja, a föld alatti vadászatra kitenyésztett kutyák voltak, az angol terra névből terrier lett a nevük, és ebből van egészen nagy, és ez az Airedale terrier. Az Airedale terrier az az Eyre völgyen a bányászok használta kutya volt, és kezdetén vidra vadászatra használták ezt a fajtát, tehát kimondottan szereti a vizet is. Mint minden terriernek, fox terrier, Welsh terrier, Dandy Diamond terrier, Scott terrier, sok terrier van, általában mind angol fajták, kivéve a Jack terriert, ami német fajta. Ez a kutya a nagy testű, legnagyobb testű terrier, a szőrét, mint minden terriernek trímelik, tehát speciális trímelő késsel megigazítják a szőrét, főleg küllemi kiállításokon. Az 1960-as esztendőben itt Romániában, Erdélyben, például Marosvásárhelyen, ahonnan én jöttem, ott egy divat volt, hogy az Airedale terriert erdélyi kopóval keresztezték azért, hogy jó vaddisznós kutya legyen belőlük, és jók is lettek, a legnagyobb, a legtöbb az nagyon jó lett. Az Airedale terrier pont azért, mert fizikuma és nagysága megengedi, hogy speciális munkákat is végezzen. Például az angol rendőrség a két világháború között komolyan használta az Airedale terriert például rendőrségi munkára is. Nyomkövető kutya volt, és persze a fizikuma megengedte, hogyha a gonosztevő az megtámadta véletlenül a rendőrt, akkor az Airedale terrier meg tudta védeni a gazdáját. Mennyi idős a kutya? 2 éves. Hát most van a legjobb korában, hogy így mondjam. És ő vadászik? Nem. De nagyon kedves családi kutya. Igen, hát van úgy, hogy a nagy várakozással beszerzett kutyát a vadász, az azt mondja, hogy na, végre van egy vadászkutyám. Akkor ő még nem tudja, hogy 3 hónap után a felesége azt mondja, hogy ha elviszed vadászni, elválok tőled. Úgyhogy nagy kedvencek tudnak lenni a kutyák, Airedale terrier vagy minden egyéb fajtától abstrakciót. Nagyon örvendek, hogy itt is van egy falka vezér, aki viszi a kutyát, és ott van az utánpótlás mellette. Tapsoljuk meg őket, és az Airedale terriert is. Meg kell simogatni előtte, és akkor lemegy. És itt van a híres és hírhet Jagd terrier. Hát a Jagd terrier németül az vadász terriert jelent. A németek a 1920-as években kezdtek vele foglalkozni. Egyértelmű, hogy az alapot a fox terrier adta.
a sima szőrű fox terrier, mert akkor az volt a népszerűbb. Azután az a Jack terrierbe belevitték a Welsh terriert is, aminek több szőrzete volt és durvább szálú. És a Jack terrierből a német kinológusok egy igazi kamikaze kutyát tudtak kreálni. Talán egyetlen egy kutyafajta sincs, amelyik olyan rámenősséget mutat, mint a Jack terrier. A Jack terrier nem mérlegel, hogy a disznó 300 kilós vagy csak 20. A Jack terrier mindent megtámad, de megtámadja pont úgy a lovat is. És egy nagyon rámenős fajta, fogós, erős harapású, amíg a nemzetközi állatvédők a műkotorék versenyeket nem tiltották le, addig ez a fajta a műkotorék versenyek mindenkori győztese volt. Rókára is, borzra is használták, duvadra, de amellett egy nagyon kedves kutya, és sokan mondják, hogy a minden Jack terrier harapós, én ezt tudom cáfolni, hogy nem minden Jack terrier harapós, legalábbis a családban nagyon kedves és elfogadó kutya lehet belőle. Ő mennyi idős? Másfél éves. És hogy mire használják? Volt kétszer már vadászni, akkor még igazából nem ijedt meg ő se, s a disznók se tőle, úgyhogy további sok vadász sikert kívánunk, és láttunk egy Jack terriert, kérem, tapsolják meg őt is. És nézzünk más kutyákat. És itten fürtökbe jönnek a tacskók, illetve majdnem tacskók. Mert itt van először, egy kicsit húzódjunk külön azzal a másik kettővel. Ez a két sima szőrű tacskó itt, egyben már rögtön két színváltozatát is látjuk. A fekete cservörös és a vörös tacskónak a egy-egy példányát. A fekete cservörösnél ott is gyanítom, hogy valami mezalliansz történt, mert igaz? Akkor nem sértettem meg a családot, mert ottan valami hosszú lábú kutya is hozzászólt anyukához annak idején. De ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy pont a tavalyi év egyik érdekes felmérését csinálták meg a Nemzetközi Kutyás Szövetségnél, és az volt a kérdés, hogy melyik az elmúlt 100 év legnépszerűbb kutyája. És mit gondolnak, melyik lett? A tacskó lett a 100 év legnépszerűbb kutyája. Tényleg a tacskó, nekem is van három szákásszőrű tacskóm otthon, de volt sima szőrű is, és körülbelül 50 éve tenyésztek tacskókat. Hát a tacskó, azt szokták mondani, hogy az nem kutya, az tacskó. Az egy egészen különös dolog. Én úgy magyaráztam meg magamnak, mert annyira különleges természetük van, hogy az Úristen ezért a rövid lábért megjutalmazta őket egy nagyon okos és furcsa szürke állománnyal. Egy kimondottan okos fajta. Na most a sima szőrűek mellett van hosszú szőrű és van szákás szőrű tacskó is. Azon kívül miért van 9 tacskó fajta? Ők a 4-es fajta csoportban vannak az FCI besorolása szerint. Azért van 9, mert van 3 szőrváltozat, és minden szőrváltozaton belül van 3 nagyság. A normál nagyságú szákás szőrű, illetve tacskó, annak a mellkas körmérete 35 centi fölött van. A törpetacskónak 30 és 35 centi körött van a mellkas körméret, és van egy miniatűr változata, amit a németek Kaninchen tacskónak hívnak, az nyúlász tacskó, mert valamikor a kialakítás idején kifejezetten üregi nyúl vadászatra tenyésztették ki őket, az üregi nyúl járataiba bement, kiugratta az üregi nyulat, és akkor a vadász megtudta lépni. Tehát van sima szőrű tacskónk itt, és van, hát ez majdnem szákás szőrűek, de itt is valami beleszólt, és mivel itt nem kutya kiállításon vagyunk, ezért én itt megpróbálom annyira udvariasra hangolni magam, hogy azt mondjam, hogy majdnem.
persze, ott is történt valami, habár van egy ilyen változata a tacskónak, mindegyik szőrváltozatban, amin vannak ilyen fehér-fekete foltok, azt haris színű tacskónak hívják, nem tudom miért pont haris, mások harlekinnek hívják, az inkább fedi azt, hogy mit látunk. A szákásszőrű tacskók, nekik is egy kicsit a lábuk hosszú, persze olyan 80%-ban valószínű, hogy szákások, és valószínű, hogy az idegrendszerüket is örökölték a tacskótól, hogy jó idegrendszerűek kifejezetten. Köszönöm szépen a megjelenést a tacskókkal, meg kell simogatni azt a kis sárgát, hogy ne legyen úgy megijedve, mert nincs itt semmi baj, nem bántjuk őket. Másfajta kutya van? Nincs. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és hogyha egy-két érdekes dolgot el tudtam önöknek mondani, akkor nagyon szépen köszönöm a figyelmet, minden jót kívánok. Még egyszer örvendek, hogy a szervezők a kutyás programot is beiktatták ide, erre a versenyre. A nap folyamán még fellépett a szinkrontánc csoport és koncertezett a Deep High Rock együttes. A főzőverseny kiértékelésén minden csapat részesült valamilyen elismerésben, az ételjegyek értékesítéséből származó bevételből pedig az önkormányzat egy játszóteret fog létrehozni Baróton. Fel szeretném kérni Barótváros polgármesterét, Lázár Kis Barna Andrást, hogy ha jól tudom, akkor volna valami információ, amit meg szeretne osztani önökkel, úgyhogy ne menjenek messze. Hallgassák meg, kérem tisztelettel. Még egyszer köszönjük mindenkinek kellemes délután. Köszönjük, hogy itt voltak velünk, köszönjük, hogy segítettek ennek a játszótérnek az elkészítésében. És el tudom mondani, hogy 1900-án gyűlt össze, és Baróton egy játszótér fogunk ebből kialakítani. A tudatom szerint lent a sportpálya, hisz annyi fiatal gyerek, meg fiatal szülő jár, hogy ennek a sok kisgyereknek legyen egy játszóra sportpálya. Köszönjük még egyszer mindenkinek, köszönjük, hogy itt voltak, és reméljük, hogy további jó szórakozás lesz a délután. Köszönjük szépen!